Ahogy azt az adás elején már mondtam önöknek, a munka ünnepét ki így, ki úgy ünnepelte. A Liga szakszervezetek pont a munkát és a munkahelyeket féltve tiltakozott. Nézzük meg, hogy hogyan, aztán Gaskó István lesz a vendégem. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium előtt kereplővel, transzparensekkel és a Liga szakszervezetek logójával ellátott pólóban résztvevők demonstráltak a kormány válságkezelő intézkedései ellen. Hazánkban súlyos politikai, gazdasági, de legfőképpen bizalmi válság dúl. A Liga szakszervezetek szerint azonban a válságon a kormány jelenlegi elképzelései nemhogy enyhítenének, sokkal inkább elnyitik azt. Nem a munkahelyek megtartását szolgálja, nem a munkavállalók helyzetén való javítást szolgálja, hanem pont az ellenkezőjét. Egyre rosszabb helyzetbe taszítanak minket ezek a megszorítások. A megszorítások ellen több szervezet is tiltakozott, többek között a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, vagy a Független Rendőr Szakszervezet. Az ország több pontjáról is érkeztek demonstrálók. Nyíregyházára jöttük az Electrolux Kft-től, és abból a szándékból szolidaritásként a Liga szakszervezetekkel. Azért tartjuk fontosnak, hogy itt legyünk, mivel a kormány tervezett intézkedései rendkívüli mértékben sújtják a fiatalokat, meg a fiatal pályakezdőket. Azért, mert a nyugdíjasokat megszorított intézkedések ellen szeretnénk szavunkat kifejezni. És nem csak szóban fognak tiltakozni, hanem sztrájkkal is. A május 8-ai VDSZ által meghirdetett munkabeszüntetéshez csatlakoznak az egészségügyben dolgozók, több volántársaság is, valamint a pedagógusok is. A közszféra dolgozóival fizettették meg az úgynevezett konvergencia programot, és látjuk, hogy most hova konvergáltunk. 120 ezer közszférai munkahely szűnt meg, miközben több havi illetményt kívánt elvenni a kormány a közszféra dolgozóitól. A Liga szakszervezetek szerint olyan válságkezelő programra van szükség, amely biztosítja, hogy növekedésnek induljon a gazdaság. Emellett a legsürgető feladatnak az adósság spirálból való kikerülést tartják. De a javaslataik között szerepel az is, hogy a kormány hozzon létre egy állami szociális bankot, amely a kereskedelmi bankoktól átveszi a háztartások jelzálog alapú hitelezését. De azt is elvárják, hogy az adórendszer ne adjon indokolatlan előnyöket és kedvezményeket a tőkének. A Liga szakszervezetek elnöke Gaskó István a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Nem csak most a Kossuth tér előtti tüntetésen, hanem itt velem szemben az adásban is többször mondta már ön, hogy Bajnai Gordon programja bizony nem a munkahelyeket őrzi meg, vagy teremti, hanem azokat még tovább csökkenti, és a munkavállalókra rak további elviselhetetlen terheket. Azon gondolkodtam, hogy például az Európai Bizottság elnökét a héten, akkor hogy tudta megtéveszteni Bajnai Gordon, mert ő pedig azt mondta, hogy támogatja a bizottság Bajnai Gordon tervét, mert hogy igen, munkahelyteremtő, munkahely megőrző, tehát a cél jó. Hát ezt talán az Európai Bizottság elnökétől kellene megkérdezni, de ha végigmegyünk logikailag a sorrenden, hogy ha a kormány a munkahelyeket úgy próbálja megőrizni, hogy lényegében a megvonásokkal szűkíti a vásárlási erőt, csökkenti a vásárlási erőt, ez nagy valószínűség szerint kevesebb termék előállítását igényli a gyáraktól. A szakértők pedig azt mondják, közgazdászok azt mondják, hogy állami beavatkozással a fogyasztást növelni pillanatnyilag ebben az országban nem lehet. Nem úgy gondoljuk, hogy osztanak ki pénzt, és nyilván ebből szaladjanak az emberek vásárolni, hanem hogy ne vonják el azt, amiért megdolgoztak az emberek. Mert ha engedi és végigmondom, hogy ha kevesebb termékre van szükség, akkor ez valószínű, hogy kevesebb munkahelyet jelent. És ha kevesebb munkahelyre van szükség, nőni fog a munkanélküliség. Ez egy cáfolhatatlan logikai sor, és hát nyilvánvaló, hogy a deklarált munkahely megőrző célokkal szemben a valóság az lesz, hogy csökkenni fognak a munkahelyek. Na de ez a kormány mit vesz el a munkavállalóktól? A 13. havi bér a közalkalmazottaktól, az igen, az egy fix elvonás, tehát azt tudjuk. És mi az, amit még elvesznek? Hát például elvesznek még a munkavállalóktól a gyes és a gyed megrövidítésével egy évet. Ez szigorúan munkaviszonyhoz kötött juttatás, ön is na tudja. Jó, de hát pont azért, hogy minél előbb álljon vissza az anyuka vagy az apuka. Igen, arra a munkaerőpiacra, ahol nincs munkahely.
Tehát ez egy ellenmondásos dolog elég súlyosan. Nem gondolom azt, hogy ez örökre így van, de a válságkezelés időszakában feltétlen. Na de bocsása meg, aki gyesen és gyeden van, őt azért nem nagyon tekinthetjük egy potenciális és legjobb vásárlóerőnek. Nem akkora az a gyed és nem akkora az a gyes, hogy komoly vásárlóerőt jelentsen. Ez különféle, de egyébként, hogyha ezt elveszítik, ez akkor is fog mutatkozni a piacon. Na de a cél legyen az, hogy menjen vissza az anyuka dolgozó, vagy akkor, az apuka. És akkor mondom tovább. Persze, ha van hová. Konjunktúra idején ez egy egészen jó ötletnek tűnhet. De menjünk vissza akkor az aktív munkavállalókat érintő kérdésekhez, és hát nézzük meg, hogy a táppénz csökkentése az milyen súlyos problémát jelent. Ma már az emberek többsége nem mer elmenni szabadságra, mert félti a munkahelyét. Ha lecsökkentik a táppénzt, ugye 70-ről 60-ra, és a két éves biztosítás nélküli embereknek pedig 60-ról 50-re, akkor ez azt jelenti, hogy még kevésbé fognak elmenni táppénzre az emberek, betegen járnak dolgozni, az egyébként is nagyon rossz egészségi állapotban lévő magyar társadalom helyzete tovább fog romlani. De erre sem mondhatjuk azt, hogy most unblock a munkavállalóktól elvett valamit a kormány, vagy tervez elvenni valamit a kormány, hanem ez is a munkavállalókon belül egy kört jelent, az éppen betegek körét, vagy a táppénzen lévő körét. Tehát ezt megint nem mondom, azért mondom, hogy a 13. havi juttatás elvétele az az egyetlen olyan fix, ami biztos, hogy elvonás, az összes többi meg bizonyos körre érvényes csak. Hát, ha így gondolja, akkor segítek. Nem, tehát hirtelen nincs mindenki, mondom, hál' Istennek. Az 5%-os áfa, illetve a jövedéki adóemelés legalább 4%-os áremelkedést fog generálni, és 4%-ot elvesznek a fogyasztói kosárból a terven felül. 4%-os... Azt mondják a közgazdászok, hogy nem, mert az infláció meg ezt kompenzálni fogja. Hát az infláció nem valószínű, hogy kompenzálja az áremelést, sőt, én azt gondolom, hogy ezek össze fognak adódni. És ha belegondol, hogy egy... De 8... az infláció csökkenni fog? Hát csökken az infláció, de nem lesz negatív infláció, tehát pozitív lesz az infláció. Még azt is emlegetik. 2-3 százalék lesz ebben az évben, és ehhez most hozzá lehet adni a 4%-os áremelkedést az adó terhek növekedése miatt. Feltétlenül. Tehát az látszik, hogy mindenképpen az árnövekedés, a különféle elvonások, és azért nem szabad lebecsülni a 13. havi fizetést. 720 ezer emberről van szó, és a 720 ezer embernek egy évi 8%-os nominál keresett csökkenést fog ez előidézni. Lebecsülni semmiképpen nem szabad, biztos, hogy hiányozni fog mindenkinek. És hogyha a nyugdíjasokat nézzük, ugye, tőlük is elveszik a 13. Most a munkavállalókra beszélünk, hát azért a nyugdíjasok kértem, azok munkavállalók voltak valamikor, tehát az is a munkaviszonyhoz kötődik a nyugdíj. Ez világos, de most arról beszélünk, hogy jelen helyzetben a munkavállalókat milyen negatív intézkedések fogják érni. Nagyon sok nyugdíjas tagjuk is van, tehát úgy látom, hogy például a nyugdíjasok országos képviseletében a szakszervezetek nyugdíjasai vannak a legtöbben. Jól idézték a hírforrások, amikor azt mondta, vagy azt írták, hogy ön azt is mondta a mai tüntetésen, hogy drasztikusan rontja a kormány az életminőséget, tovább fokozza a fásultságot az országban, ami akár az öngyilkosságok számának emelkedéséhez is vezethet. Tényleg ezt mondta? Abszolút jól idéztek. Egész ideig elment, hogy most már egy tömegével öngyilkosságok... Nem, ezt a Ferge Zsuzsától hallottam, ő írta le ezt a következtetést, és a mély szegénység és az öngyilkosság az valamilyen módon összefügg, és én elfogadom Ferge Zsuzsa fejtegetéseit. Mire számít május 8-án? Ön azt mondta, hogyha nem lesz hatása például a mai demonstrációnak, folytatják a küzdelmet és a tiltakozást, és május 8-án munkabeszüntetést helyeztek kilátásba, viszont több szakszervezet már mondta, hogy nem fog ehhez csatlakozni. Hát azok mondták, akik eddig még sose sztrájkoltak ilyen ügyekben, akik az egészségbiztosításnál is mondták, hogy nem értenek egyet, de hátradőltek és semmit nem csináltak. Most azok jelentkeztek be a május 8-ai sztrájkhoz, akik korábban is képesek voltak kiállni a munkavállalókért. De munkavállalókért kiállni nem csak sztrájkkal lehet. Például az MSZOS, mindjárt Pataki Péter lesz a vendégem, ők azt mondják, hogy nem a sztrájknak van itt az ideje, hanem a tárgyalásoknak, érdekérvényesítésnek. Hát persze, a tárgyalásoknak van itt az ideje, és nagyon régóta tárgyalunk már a kormánnyal. A sztrájk tárgyalásokra viszont a kormány törvényszegő módon nem küld delegációt.
Éppen azon gondolkodunk, hogy pert indítunk a kormány ellen, mert nem volt hajlandó a sztrájktörvény alapján kijelölni a tárgyaló delegációt a Liga szakszervezetek által bejelentett sztrájkra, hanem az országos érdekegyeztető tanács elé utalta a dolgot, akinek semmi köze ehhez a konfliktushoz. Értem, köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm a lehetőséget.